Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai előadásom, tisztelt hallgatóim, a mai előadásomban tulajdonképpen arra a kérdésre próbálok választ keresni és példákat, példák segítségével választ is adni, hogy miként értelmezhető a személyes történelem, ezen belül a sors, történelem, társadalom hármasságát próbálom megvizsgálni, és egy picit az árójában levő címbeli szót magyarázva, mindezt munkás családok történetének, családtörténetének az elemzésén keresztül szeretném bemutatni a következő háromnegyed órában. Az alapvető kérdés, amit föl kell tenni, mielőtt belemennénk a konkrét témának a megfogalmazásába és a körbejárásába, hogy miként lehet értelmezni a történelmet, mennyire sokféle értelmezése és lehetősége van a történelemnek. Azt gondolom, hogy a hagyományos történelem értelmezés az a nemzet és a politika központú értelmezés. Ehhez képest az utóbbi évtizedekben végbe ment egy fordulat a történelem felfogásában és megközelítésében, amelyik azt mondja, hogy az egyes emberek, embercsoportok, az élettörténetek, a családtörténetek a személyesen megélt történelem segítségével kell megpróbálni a különböző nagyobb, nagyobb, nagy, kisebb, nagy és kicsi történelmi változásoknak a hatását vizsgálni és értelmezni, hiszen a minden mindennapi életben, ahogy ezek a nagy politikai átalakulások, társadalmi-gazdasági változások lezajlottak, annak megfelelően születtek egyéni és csoportos válaszreakciók, és ezek a válaszreakciók ugyanúgy befolyásolják a nagy történelmet, mint hogyha csak a politikusokról, a különböző politikai vitákról, tárgyalásokról, háborúkról, csatákról beszélnék. Tehát ez az előadás azt próbálja megmutatni, hogy az alul lévő társadalmi csoportok, vagy másként fogalmazva a teljesen hétköznapi átlag ember perspektívájából, hogyan ítélhető meg az elmúlt 100-150 év történelme, hogyan lehet megpróbálni értelmezni ezt az egyéni sorsok, generációk történetén, családtörténeten, élettörténeten keresztül, és tulajdonképpen így egy másfajta, személyesebb, megélhetőbb történelem elbeszélés konstruálódik meg. Ugye az is egy nagyon alapvető kérdés, hogy lehetséges-e egyáltalán ilyen történeti kutatás, ahogy az a dián is követhető és látható, ugye az a konkrét kérdés, a konkrét kutatási témán is túlmutató kérdés, hogy miként lehet a lehető legteljesebben rekonstruálni a teljesen átlagos, hétköznapi embereknek az életútját, élettörténetét mozaikról mozaikra, hiszen egy átlag ember nagyon kevés történelmileg értelmezhető, vagy történeti kutatás számára értelmezhető forrást hagy maga után, bár ez, ahogy a különböző adminisztráció professzionális az elmúlt 150-200 évben, úgy nyilván ezeknek a dokumentumoknak az esélye is növekedett, de egy átlagos munkás ember ritkán vezetett naplót, nem írt önéletírást, nem írt visszaemlékezést az életéről és a pályájáról, tehát tulajdonképpen csak az életének a fontosabb állomásaihoz kötődő dokumentumok segítségével lehet igazából megpróbálni követni az ő életét. Ebben az előadásban a vizsgálat tere, terét is próbál még kicsit leszűkíteni, két, a következő két pont a dián ezt jól mutatja. Az egyik kérdés, amire a személyes történelem megközelítése keretében megpróbálok választ az nem más, mint az, hogy mi volt a szerepe a lokális és a gyári társadalomban a több generációs munkáscsaládoknak. A másik szempont vagy kérdéskör, amit megpróbálok áttekinteni, hogy a 19-20. században az Ózdi Vasgyárban dolgozó többgenerációs munkáscsaládok Élet és család családtörténeti rekonstrukciója révén be lehet-e mutatni a gyári társadalom változásait, az egyéni családi életstratégiák alakulását a késő dualizmustól a 20. század végéig? Én azt gondolom egyébként, hogy igen, és próbálok ehhez majd néhány példát adni, korán sem a teljesség igényével. És a másik kérdés még, amit itt a bevezetőben mindenképpen érdemes föltenni, az egy kicsit tágabb megközelítése ennek, hogy Többek között az OSD elemzési példán keresztül, amihez én nagyon sok életinterjút interjút készítettem az elmúlt jó egy évtizedben, és nagyon sok dokumentumot próbáltam összegyűjteni a kollégáim segítségével. Tehát a kérdés az ennek kapcsán, hogy lehetséges-e egy ilyen mikrotörténeti megközelítést alkalmazva rekonstruálni a modernkori magyar munkásság társadalomtörténetét történetét, pontosan ezekkel a személyes történeti élet- és családtörténeti módszerekkel, és a jelenlegi Kutatás eredményeim arról győznek meg egyre inkább, hogy a különböző mozaikokat, a puzzle darabokat próbálom egymás mellé tenni, hogy ez egy hosszú és fáradtságos munka, ez természetes, de hogy lehetséges ilyen típusú megközelítést alkalmazni. Ugye rögtön fölmerül a kérdés a módszertan és az elméleti megközelítések tisztázása után, hogy milyen forrásokat lehet használni egy ilyen típusú, nem klasszikus társadalmi rétegződési, társadalmi tagoltsági és generációs tagoltsági struktúrálódási vizsgálathoz. De az első nyilván az életdokumentumok, az életdokumentumok közül is a különböző anyakönyveket lehet megpróbálni elsődleges forrásként használni, a születési, keresztelési, házasságkötési és a halálozási a halotti anyakönyveket. Aztán a következő lépés ugye az iskola, az iskolában is felveszik az egyes embereknek az adatait, iskolai anyakönyvek, készülnek bizonyítványok, értesítők, amik mutatnak szintén fontos személyes adatokat. Nagyon fontos forrás, az egykori leszármazókkal készített élet- és családtörténeti interjúk, amelyek segítségével ezeket az anyakönyvi tényadatokat ki lehet egészíteni. Ugyancsak fontosak a személyes iratok, amelyek megőrződtek esetenként. Ez attól függ, hogy mennyire volt aktív az egyes illető, vagy az egyes család tagjai mennyire voltak aktívak, mennyire voltak a helyi közéletnek, a helyi társadalomnak résztvevői, mármint a iratok, személyes iratoknak a megőrződése, az lényegében ettől függ, és ez befolyásolta azt is, hogy mennyire jelentek meg a helyi sajtóban velük kapcsolatos hírek a anyakönyvi híreken túl. Ennek a korszaknak, és különösen a 20. század második felének egy nagyon gyakori, rövid forrása a rövid önéletrajz, hiszen különböző pályázatokhoz, állásinterjúkhoz ezeket be kellett nyújtani. Ugyanígy az államszocializmus korszakában még fontos forrás lehet a úgynevezett Káder lap, vagy a káderi jellemzések, ezeket szintén elég nagy számban meg lehet találni. És azért az általános szokás ellentétben voltak olyan átlag emberek is, akik naplót vezettek magukról. A munkás történet kapcsán, a munkás család és élettörténet kapcsán nagyon fontosak a gyári dokumentumok, amelyek rögzítik a Munkár munkamegosztási rendben elfoglalt pozíciót, jövedelmet, fizetéseket, bérjegyzékek lehetnek, munkásnyilvántartó könyvek, nagyon speciális forrás. Nem elsősorban a, a több generációs munkáscsaládok történetéhez, de ott is lehet használni az úgynevezett fekete könyvek, amiket a 94-es éve, évek végéig vezettek. Ezekben a fekete könyvekben azoknak a munkavállalóknak az adatait rögzítették, akiket elbocsátottak az adott gyárból, vállalattól, és nem lehetett őket újra fölvenni. A térbeli helyváltoztatáshoz szintén fontosak az adott lokalitáson belüli helyváltoztatáshoz a választói névjegyzékek, és ez azt is mutatja egyébként a térbeli helyváltoztatáson túl, hogy kinek mi volt a társadalmi státusza, hiszen 1930. 9-ig, pontosabban egészen 1945-ig Magyarországon nem volt egyenlő általános és titkos választójog, tehát megfelelő cenzus feltételeknek kellett eleget tenni, eleget tenni ahhoz, hogy valaki bekerülhessen a választói névjegyzékbe, és hogyha a korabeli munkatársadalmából, a két háború közötti munkatársadalmából bárki fölkerült ezekre a névjegyzékekre, az mindenképpen egy felső társadalmi státuszt jelentett. Ugyancsak fontosak a társadalmi státusz és a térbeli mozgás rekonstruálásához az úgynevezett lakónyilvántartó könyvek, vagy más néven, ahogy hívták, kolóniás könyvek, kolóniának vagy munkásgyarmatnak a nagyvállalatok, jelen esetben a Rimamurányi Vasmű Részvénytársaság által létrehozott munkás lakótelepeket nevezték, és ezeknek a munkás lakótelepeknek a lakóiról részletes nyilvántartás készült, hogy ki mikor, hova költözött, meddig lakott a lakásban, milyen lakást kapott, mekkora lakbért fizettek, hogyan változott a családi állapot, a gyerekek száma, nyilván ez is befolyásolta a lakáshoz juttatást. Aztán nagyon fontosak szintén a Rima esetében is az úgynevezett olvasó egyleti jegyzőkönyvek. Az olvasó egyletek azok a 19. század végén, 20. század elején jöttek létre a különböző Rimás telephelyeken eltérő mértékben. Ezek kulturális, művelődési és segélyező egyletek voltak, tehát a helyi munka, munkás társadalomnak a kulturálódását, a szórakozását szolgálták, és emellett a tagokat segélyezték szociális alapon, különösen az időseket, nyugdíjasokat, a jeles ünnepek alkalmával, illetve az egyleteknek egy része. Létrehozta a haláleseti segély intézményét, tekintve, hogy itt kovászati üzemekről, melegüzemről volt szó. Ez nagyon fontos volt, hiszen nagyon nagy volt a baleset és a halálozásnak is a veszélye, és hát az a, a, a segély, amit így nyújtottak, az mindenképpen fontos volt. És szintén fontos a társadalmi részvétel szempontjából, hogyha megmaradtak, és sok helyen megmaradtak az úgynevezett olvasóegyleti eh, jegyzőkönyvek és a, jegyző, a, a egyleti tagnyilvántartó könyvek, hiszen eh, Ezekben az egyletekben azért az adott helyi gyári társadalmaknak a főső munkássága tartozott elsősorban, tehát velük kapcsolatban lehet érdekes és használható adatokat találni. Szintén fontosak a személyes dokumentumok közül a fényképek, amelyek a vizualitás egyfajta vizuális forrásként segítenek fölfedezni és megérteni annak a kornak a világát, és az olyan személyes iratok, mint a munkakönyv, aminek segítségével lehet rekonstruálni egy-egy életutat a munkavégzés helyei beosztások szempontjából, és hát a haláleset után, ha fönnmaradtak ilyenek, akkor a hagyatéki iratok, hagyatéki dokumentációk, jegyzőkönyvek, 1949-ig, amíg létezett, addig árvaszéki íratok, 1949 után pedig ugye a gyámügyi íratok számítanak, vagy sorolhatók ebbe a körbe. Itt most a, a dián is jól láthatóan próbálok mutatni, hogy, próbál megmutatni azt, hogy hogy nézett ki egy ilyen kolóniás lakónyilvántartókönyv. az alapadatok vannak, és látható, hogy egy-egy lakás egységben ez egy ma is létező, de már nem gyári, hanem gyári kolónia, gyári lakótelep, hanem egy ózdi kicsit leépülőben levő lakótelep, aki annak a lakásainak a lakóiról találnak, a, vagy láthatóak a dián adatok, remélem követhetőek és jól láthatóak is. A következő kérdés, amit föl kell tenni, hogy hogyan használhatók ezek a személyes történelmi források, mire használható, hogyan lehet értelmezni. Ugye az anyakönyv azon túl, hogy az alapvető életfordulótnak a adatait szolgáltatja, ennél sokkal több mindenre használható, sokkal több adatot tartalmazott bár az adattartalom időről időre változott, meg lehet nézni azt, hogy a kutatás tárgyát képező társadalmi csoport jelen esetben a modern, magyar, modernkori magyar munkásság esetében történeti demográfiai elemzéseket lehet végezni, a házasodási szokásokat lehet vizsgálni, mennyire volt endogám, tehát társadalmi rétegen belül, vagy exogám társadalmi rétegen kívüli a házasodás, ki kivel házasodott, melyek voltak a házasságkötésnek az életkori sajátosságai, meg lehet nézni egy ilyen történeti demográfiai metszetben a családoknak a lélekszámát, családoknak a méretét, a gyerekszám változásait a különböző időszakokban a 19. század végén vagy a 20. század közepén, ezeket meg lehet próbálni összehasonlítani. Olyan vizsgálatokra is alkalmat ad, hogy a halálozásnak a változásait, halálokokat, balesetek, mint halálokoknak a előfordulási gyakoriságát le. Nézi, tehát egy komplett történeti demográfiai vizsgálatra is alkalmas az anyakönyv. De ezen túlmenően, a demográfiai szempontokon túl például használható a migráció, a házassági mobilitás és a generációk közötti foglalkozási mobilitás, vagy éppen immobilitás vizsgálatára, hiszen a különböző anyakönyvek, azok rögzítették, mondjuk a házassági könyvekben a házasulandóknak a szüleinek a lakóhelyét is rögzítették, és a házasulandó feleknek a születési helyét, idejét, tehát ebből is lehet vizsgálni. Ugyanígy a foglalkozás is megadták, tehát összehasonlítható a szülői generáció és a ifjú generáció, a leszármazott generációnak a foglalkozási azonossága vagy különbsége. Ami még szintén fontos, hogy például a házassági és a születési keresztelési anyakönyvek, azok tartalmazták ugye a tanukra vonatkozó alapadatokat is, nyilván változó, az időben változó mértékben és változó formában, de egy jó 100-120 évvel ezelőtt ennek a, ezek az adatok részletesebbek voltak, és akkor vizsgálható például egy-egy családnak a társadalmi-rokonik kapcsolatrendszere, hiszen nyilván jelentése volt annak, hogy kit hívtak meg esküvői tanúnak vagy keresztülőnek egy-egy családon belül. A másik, ha tovább lépünk egy kicsit az anyakönyvektől, akkor a kolóniás könyvek, a lakónyilvántartó könyvek segítségével, mint az előbb említettem, a térbeli mozgás, a lakás mobilitás és bizonyos értelemben a presztízs és a hierarchia is vizsgálható, az, hogy ki milyen szintű lakó lakóegységet kapott, melyik lakótelepen vagy gyári kolónián kapta meg ezt a lakását ez milyen minőségű lakás volt, milyen komfortfokozata volt, ez nyilvánvalóan az illetőnek a gyári társadalmon belül, és bizonyos értelemben a lokális társadalmon belüli társadalmi presztízsét is egyértelműen mutatta. A fotó kapcsán nyilván a vizualitás mellett, a személyes megjelenés, öltözködés, ruházat mellett kicsit tágabban az életmód és a lakás, berendezés lakás belsők vizsgálatára, a különböző közösségi eseményeknek a rekonstruálására is felhasználható. És hát igazából a gyári iratok és a személyes iratok, az pedig a jövedelem, a karrierút, a lakóhely, az iskolázottság, a képzettség és a foglalkoztatás időtartamának a elemzését teszik lehetővé. Ha most itt egy példát szeretnék megosztani a közönséggel, akkor a 1900-as év Ózdi Születési Anyakönyveit próbáltam megfeldolgozni, Ugye benne van a születések száma, összességében 161 fő volt a bejegyzett születéseknek a száma, és meg lehet nézni, hogy házasságon belül, házasságon kívül született, vagyis törvényes vagy törvénytelen gyermek volt ekkor. Ennek a századfordulón, 19-20. századfordulóján volt társadalmi jelentősége és komoly, magatartási normasértést jelentett a házasságon kívüli születés, amit törvénytelen gyermekként anyakönyveztek ebben az időben. És hát nyilván lehet nézni a szülőknek az életkor, a lakóhely, születési hely szerinti megoszlását, a szülők foglalkozási megoszlását is. Ugye azt látjuk, hogy 1900-ban 161 születést regisztráltak Ózdon, ebből 72 fiú és 89 leánygyermek született. Ebben az időszakban nagyon fontos volt a születés, a születendő gyerekeknek is a felekezeti megoszlása, tulajdonképpen ezt lehet látni a, dián, nem mondanám végig. A településen egyébként is egy erős római katolikus többség volt, tulajdonképpen a születendő gyerek nemek szerint születendő gyerekeknek a felekezeti megoszlása is ezt mutatja. A és nagyjából visszatükrözi a településen belüli népesedési megoszlási arányokat is. Ugye itt egy grafikonon lehet látni a, a születési adatokat, ugye a, a házasulandó felek, az apák és az anyáknak a felekezeti megoszlását, a két szám közötti különbség az abból adódik, hogy hét esetben ugye nem volt apa megjelölés, tehát hét volt. Hét esetben jegyeztek be törvénytelen születést, ahol nem vállalta föl a gyermeknek a apja a gyermeket, hanem vette a nevére, ebből adódik a különbség. És hát a felekezeti megoszlásban azért érdemi nagy eltérések nem láthatóak, viszonylag ritkák voltak a vegyes házasodások, egyfajta felekezeti házasodási egyneműségről lehet beszélni. Itt van ennek a, a, a két grafikonnak egy a, a dián követhető részletesebb leírása. <coughs> Tulajdonképpen több mint 50 ban mind a két esetben római katolikus volt a szülő, és hát a, a többi esetben is viszonylag magas volt a, a azonos felekezeten belüli házasodás, tehát a református vagy az izraelita házasodás a példakedvéért, és hát körülbelül az egyötöd egy hatodát teszi ki a vegyes házasságokban született gyerekeknek az aránya, vagy a vegyes házasságokból származó gyerekeknek a, az aránya. Ugye hét volt a leány és ott is a római katolikusok voltak értelmszerűen a település felekezeti megosztásának megfelelően többségben. Itt érdekes a kormegoszlást nézni, az apák és az anyáknak a kormegoszlását. Jól látható a generációs különbség, ugye az apák <kül> idősebbek, voltak, amikor vagy a házasságban lévők férfiak átlag életkora az nyilván egy kicsit magasabb volt és láthatóan az is, hogy mikor vállalták az első gyermeket a, 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 az asszonyok, és milyen gyakoriság, mikor volt a legnagyobb gyakorisága a gyermekvállalásnak, és hogyan változik ez az életkornak az előre haladtával, és hogyan e, ritkul. Itt talán annyi érdekes, hogy viszonylag magas volt a, e, a 30-as életévek fölött, a 40-es években e, is a megszületett gyerekeknek a száma és az aránya. Tehát a, szüleik ehhez a felső felnőtt generációhoz tartoztak. És hát a foglalkozási megoszlás egy gyár alapvetően egy monolit és homogén gyári társadalom esetén, mint ami itt azért már a 900-as évek elején egyre inkább jellemző volt Ózra és környékére, a döntő többség az gyári alkalmazott volt, és a kisebbség tartozott a gyáron kívüli léthez és a gyáron belüli alkalmazottaknak a, a, nagy része, több mint 50 százalék, az jól látszik a diagramból is, hogy szakképzett munkás volt, és körülbelül a, az egyharmada volt az, aki, aki a szakképzetlen munkások közé tartozott, tehát a, helyi társadalom tulajdonképpen leképeződik ebben a megosztásban. És itt az előadásnak a, a következő szakaszában, a záró szakasz előtt két családtörténeti példát szeretnék fölemlíteni, ami tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy a kialakuló a dualizmus korát, a kiegyezés korát megelőzően, megelőző időszaktól induló modern nagyipari munkásság történetében milyen belépési történetek figyelhetők meg, hogyan épülnek fel a különböző generációk. Itt az első család, az az úgynevezett S család, anonimizáltam a neveket a személyiségi jogok védelme miatt. Itt egy felvidéki családról van szó, ami a Zójon megyei felső lehota környékéhez kötődik. Az 1860-as évek végén születő, család, vagy születő családfő már az 1800-as évek végén, jó 20-25 évvel később már gyári munkás volt Zsagótarjánban, utána került át Ózdra 20. század első éveiben. A 19. század végén, 20. század elején került át Ózra, és aztán egy viszonylag nagy létszám útott generációnak adtak életet a feleségével, aki szintén római katolikus vallású volt, szintén felvidéki és felső lehotai volt, és hát az ő élettörténetük folytatódott tovább igazából. Látható, hogy a házas félből a feleség igen hosszú életű volt, és tulajdonképpen végig kísérhette a 20. századnak a második harmadáig lényegében a, a család történetét. Ugye az első gyermekük 1893-ban született, és ő 1822-ben ment férhez, egy iparos emberhez, tehát tulajdonképpen egy munkás család és egy iparos család házasságáról volt szó. A második lányuk ő 1895-ben született, már Ózdon, és 1920-ban házasodott, aki már szakmunkás családba ment férhez, tehát egy képzett munkás generációnak a találkozásáról és a házassági révén a családi kapcsolat kialakításáról volt szó a fiuk, az első fiúgyermek 97-es születésű, ő már szakmunkás lett és szintén egy szakmunkás családból származó feleséget választotta saját magának, tehát itt a társadalmi társadalmi rétegen belüli házasodás volt megfigyelhető. A, aztán szintén érdekes a, a második sorrendben a negyedik, de a második fiúgyermek, aki elég komoly karriert futott be, egy tisztes szakmunkás, gyári munkás, előmunkás, majd művezetőként létezett, és szintén az 1960-as évek elejéig volt aktív, 1963. márciusában halt meg, és ő kimondottan a a, érdekes az ő esetében az alkalmazkodása megváltozó feltételekhez, hiszen az ő életpályájában, a életútjában a kommunista hatalomátvétel az egyértelműen jelen van, és az 50-es évek elején sztalanovista munkásként is jegyezték és említették többször a helyi sajtóba. A ötödik gyermek szintén már ózdi születésű volt, és gyári munkásként létezett és élt meg, és élt, és aztán utána még négy leánygyermek született, akik közül volt, aki meghalt gyermekkorában, volt, aki viszont szintén munkás családból házasodott, és ugyanabban a településen töltötte, ugye a Valéria lányuk, ugyanaz a településen töltötte az életét, ahol született, és adatott neki 7 évtized, és 1929-ben ment férhez, szintén egy vasgyári lakatoshoz, és egy, munkás, egy újabb munkás családgeneráció jött létre az ő házasságuk révén. Eh, ahol a négy gyermek közül egy eh, kisgyermekkorában meghalt, eh, a másik három gyermek közül kettő eh, maradt a kohászatban, eh, és eh, kohómérnökként eh, tevékenykedtek. Eh, tulajdonképpen az az érdekes ebben a családtörténetben, hogy a, ennek a részletes elemzésének a segítségével, amire nyilván itt most csak vázlatosan volt lehetőség, nyomon lehet követni, ahogy megalapítódik egy munkás család, ahogy létrejön egy ilyen generációs, több generációs munkáscsalád, és a leszármazó generációk életútjának a részleges rekonstrukciója is lehetővé válik, és látszanak az elágazások ebből a családtörténetből, az, hogy a család leszármazó generációnak egy része marad a gyári keretek között, a munkás élet keretei között, és a kisebbik része pedig szellemi foglalkozásúvá válik. A másik ilyen családtörténet esetében ott egy 1800-as éveknek az első felében induló ötgenerációs családról van szó, ahol láthatóan felvidéki eredet a család a különböző adatok, nyilvántartások alapján, és ebből lesz egy délerdői kötődés is, hiszen az első generációt alkotó, munkások, ők délerdében talál, válnak igazából ipari munkássá az 1840-es éveknek a, a 40-es évtized során, és aztán onnan kerül vissza ez a család a felvidékre, először a család egyik ága felvidékre, a másik része ben marad, és a második generációtól van tulajdonképpen rimás kötődés az Ózdi, először a salgó vasgyárban, aztán pedig az Ózdi Vasgyárban. A harmadik generációnak már mind az öt tagja Ózdi gyári munkás, egy részük született a 1900-as évek elején, a másik rész pedig Ózdon a 1900-as évek első évtizedének a második felében és az ő gyermekeiknek a generáció, a negyedik generáció tagjainak a mobilitása, a foglalkozási összetétele másokkal szortabb, munkás, kómérnök és pap egyaránt megtalálható benne. Ami érdekesség még, és a történelmi idők változó hatását, és a személyes sorsokra, a munkás élete és a munkástársamra gyakorolt hatását is mutatja ebben a megközelítésben is, az, hogy a harmadik generáció egyik tagja, egy megbecsült előmunkásból, szerszám lakatos szakmunkásból lett gyári tisztviselő 1947-től. Nem a klasszikus érdelemben vett politikai tőkét halmozta föl, és ennek a segítségével lett káder, hanem műszaki tisztviselői pályára a kerül át fokozatosan a háború, második világháború befejezését követően. És ami még érdekes, így összefoglalóként a történetből, az az ötödik generáció öt férfi tagjából három marad munkás a rendszerváltás után is, tehát itt nagyjából egy másfél száz esztendőn keresztül lehet többé-kevésbé jól nyomon követni egy több generációs munkás családnak a, a, a történetét. Mindez a két nagyon röviden összefoglalt esett, tanulmány azt is lehetővé teszi, hogy átgondoljuk a, a tradicionális munkások, többgenerációs munkás családoknak a jellegzetességeit, mi volt a helyük, a szerepük a modernkori munkásságban általában, hogyan lehet ennek a segítségével egy picit finomabb, cizelláta megközelítésben értelmezni a munkásságnak, mint társadalmi csoportnak, mint olyan társadalmi csoportnak, amelyik a 20. század közepére meghatározó súlyúvá vált a magyar társadalomban, ennek a, a, az összetételét. Az jól látható, hogy a... 19. század utolsó évtizedétől fölértékelődnek a munkásságon belül ezek a, azok a családok és azok a munkások, akik nem első generációsok. Van egy többé-kevésbé tudatos, részben persze nyilván a adott élethelyzet által is befolyásolt szakma és pozíció átörökítés, és az is látszik, hogy a 20. század közepéig ezeknek a több generációs munkáscsaládoknak a súlya, a szerepe, a befolyása, a társadalmi presztízsa az adott lokális és gyáris társadalomban folyamatosan növekvő volt. A XX. század közepén, elsősorban a kommunista hatalom átvétele következtében, vagy azzal összefüggésben, már azt is lehet látni, hogy van azért egy elmozdulás az újonnan érkezettek azok kicsit megváltoztatták a korábbi gyári társadalmaknak az összetételét, és a tömegesen érkező új munkások, akik parasztból lett munkások többnyire. Az ő csoport közülük voltak sokan olyanok, akik az érkezés jelentette szakmai hátrány politikai tőke szerzésével és felhalmozásával igyekeztek pótolni, és ezzel segítették a saját karrierjét. A másik részben azt is lehet látni, hogy az a 40-es évek, második felében 50-es évek elején érkező generációt alapító munkásoknak a gyerekei gyakorlatilag ugyanazokat a pozíciókat örökítették tovább 25-30 év múlva, tehát a második generáció tagjai válettek egy újonnan érkező, újonnan alapuló több generációs munkáscsalád csoportról lehet beszélni. Azt is lehet látni, hogy akik Ózdon a 19. század végén, 20. század elején ilyen többgenerációs munkás családokba tartoztak, vagy azoknak a alapítói voltak, azok többnyire a felvidékről, a gömörből és kisebb részben a délerdéből dél érkeztek. A délerdé azért fontos ebben a tekintetben, mert hogy a 19. század közepén Magyarország egyik legfontosabb, a történelmi Magyarország egyik legfontosabb, Ipari területe volt és hát nyilván az ott megszerzett tudást azt máshol is megpróbálták hasznosítani. Ha etnikai összetételét nézzük ezeknek, ennek a munkáscsoportnak, akkor azt látjuk, hogy többnyire magyarok, kisebb részt szlovákok és még kisebb részt német etnikai eredetűek voltak. A 19. század végéig volt, 20. század elejéig fontos volt a multietnicitás ezekben a közösségekben, de nem volt kiemelten fontos szerepe. Erős volt a természetes asszimilációra való hajlandóság, és a magyar kultúrához, a magyar nyelvhez való kötődés, ami azt is jelentette, hogy bizonyos, hogy a szóhasználatban, a munkai szóhasználatban azok abban nyilván érvényesültek a különböző nyelvterületekről érkező kifejezések és szavak, ilyen volt a sifta, ami műszakot jelentett, vagy a fájront, ami a munkaidőnek a végét jelentette. Ha a családoknak a szerkezetét nézzük, ezeknek a egyébként karrierútjukat elemezgetve, jól láthatóan tözsmunk, többnyire törzsmunkássá váló többgenációs munkáscsaládoknak a család szerkezetét nézzük, akkor azt lehet látni, hogy az átlagos gyerekszám az három és négy között mozgott, tehát viszonylag nagy volt az átlagos családi létszám, ez megint nem tér el egyébként a kor általános demográfiai trendek, trendjeitől. De azt is lehet látni, ha vizsgáljuk ezeket a különböző családtörténeteket, élettörténeteket, személyes történeteket, hogy meg lehet határozni generációs metszeteket, és meg lehet nézni azt, hogy kikből állt össze ez a úgynevezett törzsmunkás réteg, vagy a törzsmunkás réteg nagy részét alkotó munkásság. Az egyik csoport az a 19. század közepétől helyben gyári munkássá váló paraszti származású földműves sorból érkező emberek csoportjából, tehát a földműves társadalomból munkássá lettekből. A másik az ide betelepülő, betelepített német, osztrák, kisebb részben olasz szakmunkásokból, eh, akik szintén a 19. század végén érkeztek, és a <tosz> harmadik csoport, harmadik ilyen kibocsájtó csoport, származási csoport, az a 19. század második felében az idevándorló részben munkásmúltal rendelkezők köréből került ki. Ugye nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy azért ezekben a közösségekben elég fontos szerepe volt, ezekben a közösségekben is nagyon fontos szerepe volt a különböző kapcsolati hálóknak, a munkahelyi kötődésnek nagyon egymásra utalt az ilyen, volt az ilyen, típusú fizikai munkavégzés, oda kellett figyelni egymásra, nagy volt a zaj a munkahelyeken, tehát ennek megfelelő kommunikációt kellett kialakítani, nagy volt a munkahelyi balesetveszély, tehát ezért is figyelni kellett akár a mozdulatokra és akár a a együtt dolgozók közösségére, hogy elkerüljék a különböző baleseteket. De fontosak a közös szocializációs terek, tehát az egy iskolai osztályban járók, az adott településen felnövekvőknek a generációja, vagy csoportja, az tulajdonképpen ilyen értelemben is generációt alkot. Fontos volt a vallásos neveltetéshez való kötődés, a templom és az egyházi eseményeken való részvétel, az idejük nagy részét ugye hosszú volt a munkaidő, majd csak a 30-as évek második felében vezették be a 8 órás munkanapot, tehát 10-12 órás munkaidő volt, azt a munkahelyen töltötték, tehát a munka is ilyen értelemben a kapcsolati hárók és a szocializációnak egy fontos tere volt. A kiemelt munkások hamarabb jutottak, jó kondíciójú kolóniákhoz, munkás lakótelepeken levő lakásokhoz. Ilyen értelemben helyileg a munkaidő után is egy fizikailag is egy térségben voltak, vagy élték a mindennapjaikat, voltak idézőjelben bezárva. És hát fontos volt a szabadidő, nyilvánvalóan és ebben segített a korábban már említett olvasó egylet, ami egyfajta szociális és kulturális funkciókat is ellátott. És az is látható, akár az anyakönyvek elemzéséből, akár a különböző lakást nyilvántartó könyvekből, hogy ezek az emberek elég sokrétű kapcsolatban álltak egymással feltehetően és többé-kevésbé elég pontosan bizonyíthatóan is a magánéletükben is, a házasodás vagy a házassági endogámia révén, vagy a rokonsági viszonyoknak a kialakítása révén itt a keresztülőségtől az esküvői tanúságig bőven terjed a skála. És ilyen értelemben az évtizedek során ezek a csoportok többé-kevésbé zártá, relatíve zárt társadalmi e, csoportá váltak, amelyek az életükben és a viselkedésükben e, is egyfajta szocializációs mintát jelentettek nagyon sokak számára, e, akik az adott e, lokális közösségben éltek. E, és amit még érdemes megjegyezni e, a előadás befejezéséhez közeledve, e, ezeknek a többgenációs munkáscsaládoknak a jellegzetességei kapcsán, e, hogy a 20. századi élettörténeteket, személyes történeteket, karriertörténeteket vizsgálva látható, hogy van egy felfelé irányuló mobilitás, és ez időről időre nagyjából meghaladta a társadalmi státuszátörökítést, vagy a foglalkozási státuszátörökítést. Ugyancsak fontos a mentalitásnak a vizsgálata, az identitás vizsgálat, és az ezzel kapcsolatos kérdéseknek is az átgondolása, a 20. század közepéig, az 50-es évekig ennek a munkásrétegnek a nagy része erősen vallásos neveltetésben nőtt fel, ami nem feltétlenül jelentette azt, hogy minden napos vallásgyakorlók voltak, de az életükben, a szocializációkban és a gondolkodásmódjukban a felekezeti kötődésnek meglehetősen fontos szerepe volt, és nagyon érdekes adalék, ezt is mutatják például az egyházi anyakönyvek, hogy a kommunista hatalom átvétel után az 50-es években is a születéseket, az életforduló, a házasságokat és a halálozásokat is elég nagy arányban, viszonylag nagy arányban és bizonyos értelemben a korról alkotott ismereteinkek ellentétesen viszonylag nagy arányban egyházi szertartás keretében is megtartották. Tehát ez is mutatja ennek a kötődésnek az erősségét, és azt a fajta fura helyzetet a 1945 és különösen 48-49 után, hogy ez nem okozott a felekezeti identitás megőrzésének a szándéka és a, mondjuk a kommunista pártba való belépés, az nem okozott feladhatatlan konfliktus, személyes konfliktus nagyon sokak számára. A politikai részvételről, a részvétel kapcsán azt érdemes megjegyezni, hogy ez a 20. század első felében Ezeknek, ennek a munkásértének az esetében az viszonylag esetleges volt, nem volt általános és nem volt jellemző, inkább egy politikai passzivitás, egy visszahúzódás és egyfajta visszafogottság volt megfigyelhető. semmint a, 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 a tömeges politikai részvétel. 1945 után ez részben változik, a, a megváltozó politikai, nagypolitikai feltételek közepette, ott már sokkal erőteljesebbé vált a korábbi időszakhoz képest a, a, a politikai részvétel és a politikai aktivitás. És hát tulajdonképpen az is egy lényeges dolog, hogy a társadalmi tőkefajták közül a, a szaktudás, az ehhez szükséges iskolázottság, az viszonylag, az nem viszonylag, hanem az magas presztízsű volt, tehát arra törekedtek, hogy minél pontosabb, és minél részletesebb és minél alaposabb szakismereteknek jussanak a birtokába, és ezeket tudják továbbadni, és ezek segítségével építsék fel a saját maguk munkakarrierjét, ami szintén ennek a rétegnek egy meghatározó vonása. És hát ha volna idő, akkor ki lehetne térni a különböző alkalmazkodási stratégiákra ezeknek a változásaira, a mobilitás és az immobilitás vizsgálatára. Igazából itt ezeknek a részletes vizsgálatára most minden tekintetben nincs lehetőség. Viszont a külső föltételek változása az ebben a társadalmi rétegben is kiváltott olyan alkalmazkodási kényszereket és kiváltott olyan alkalmazkodási stratégiákat, amelyek a... a különböző rendszerváltások, amiben nagyon sok volt a 20. századi magyar történelemben különösen, ezek által kialakított új feltételek közepette való sikeres érvényesülést, vagy a túlélést legalább lehetővé tették. Ha, végig, ha, volna idő, akkor végig lehetne gondolni, hogy hány ilyen identitásváltás zajdott le, akár a 18. Század, vagy a 19. század közepétől egészen a 19. század végéig nagyon izgalmas ebből a szempontból is végig gondolni mind a, ennek a munkáscsoportnak, mind az egész, mind a modernkori magyar munkásság társadalomtörténetének a kérdéseit. És köszönöm szépen a figyelmet!